Hát köszöntök mindenkit ezen a szombati kora délutánon. Megvannak a felsőoktatási keretszámok. Azt is látjuk, hogy ami a Szélkálmán tervben egy éve látható volt, hogy a felsőoktatástól mennyi forrást fognak elvonni, az milyen hirtelen ütemben történik. Egy éve lehetett látni, körülbelül 2011 márciusában kijöttek a szélkálmán terv adatai, és egy éve mondjuk mi szocialisták, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek. Egy fél mondat erejéig azért ennek a filozófiájáról egy pár mondat, vagy mondanék pár szót, mert azt hiszem az egész társadalom és gazdaságpolitika szempontjából ez a kiindulópont. pont. Tehát a legnagyobb kritikánk az az volt, hogy egy válságos időszakban, egy forráshiányos évtizedben sem tekinti prioritásnak az oktatást a Fidesz kormány, lemondott arról, hogy megvédje a, a, az oktatási szférát a súlyos pénzelvonásoktól. Nem tekinti a Fidesz ö, tulajdonképpen a gazdaságpolitika és a társadalompolitika aktív alakító eszközéül az oktatást. Ez nagyon nagy baj. Ezért van az, hogy a megszorításoknak áldozatául esett az oktatás szférája is, akár csak a köznevelési törvényt nézzük, és hát természetesen most a felsőoktatásnál is semmi másról nem szólnak azok a lépések, amelyeket folyamatosan bejelent a kormány, mint a források elvonásáról. A Szélkálmán tervben 2014-ig akarták elvonni a pénzeket, ez most sokkal gyorsabban történik, ennek nagyon drasztikus következményei lesznek. A legnagyobb bajunk az, hogy nincs megtervezve a források elvonásának a menete. Tehát nincs egyeztetve az, az oktatás szereplőivel az, hogy ezt hogyan képzelték el. Nincs olyan szereplője ma az oktatásnak, a felsőoktatásnak, aki ne döbbent volna meg ezeken a keretszámokon. Ugye a legsúlyosabb következmény az, hogy az államilag finanszírozott férőhelyeket drasztikusan csökkentették, tehát 33.927 államilag finanszírozott hely lesz, és részösztöndíjban 15.550 férőhelyet biztosítanak a hallgatóknak, a többi az mind lehet önköltséges. Nem tudjuk, hogy ezeket a keretszámokat hogyan fogják elosztani az egyes intézmények között. Látszik, hogy bizonyos szférák nagyon durván meglettek vágva, itt a jogászképzésre és a gazdasági területeken látszik, hogy nagyon csúnyán megvágták aminek szintén nagyon súlyos következményei lesznek. Azt kell, hogy mondjam, hogy az MSP utolsó évében, 2010-ben csak az államilag finanszírozott férőhelyek száma több volt, mint amit most a kormány államilag finanszírozott helyre szán, és a részösztöndíjjal együttvéve is több volt a utol, szocialisták utolsó évében, Ö, és akkor már válság volt, szeretném jelezni. Nagyon szomorú, hogy a most érettségizők, 18 évesek, nem, nincsenek információval ellátva. Nem tudják, hogy a kiválasztott egyetemen milyen feltételeket kell teljesíteniük. Nem tudják, hogy mennyit kell fizetniük. Nem tudják, ha bejutnak államilag finanszírozott ö, helyre, akkor egyáltalán milyen szerződési feltételeket fognak számukra ö, 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 kínálni. Tehát nem tudják a mai érettségizők, hogy az a két, három éves munka, amit befektettek, az elmúlt években, hogy tanulnak, mint a bolond, hogy bejussanak a legjobb egyetemekre, az elég lesz egyáltalán nekik arra, hogy bejussanak valójában a felsőoktatás és intézménybe. Tehát a Fidesz oktat, ö, felsőoktatási ö, rendszerével az a legnagyobb bajunk. A Fidesz felsőoktatási rendszerével az a legnagyobb bajunk. Hogy a gazdag családok gyermekeit automatikusan bejuttatja arra leszűkített, államilag finanszírozott ingyenes helyekre, amíg az átlagos keresetű családok gyermekeinek és a szegény családok gyermekeinek pedig hitelt ajánl azért, hogy egyáltalán tanulhassanak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor felsőoktatási rendszerében Orbán Viktor soha nem lehetett volna joghallgató. Továbbá nagyon szomorúnak vélem azt is, hogy abban a két hétben, amikor a meg, meglévő keretszámokat a, a, a felsőoktatási intézmények között el kellene osztani, nincs a területnek ö, 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 felelős gazdája, ugyanis Dux László úr lemondott, tehát nincs olyan felelős helyettes államtitkár, aki felelősséget tudna vállalni ezekért az intézkedésekért. Ö, végezetül. Azzal zárnám a mai sajtótájékoztatót, hogy a következő két hétben, két évben, tehát a következő két évben 14-ig az oktatás, a felsőoktatás, minden szereplőjének, legyenek azok civilek, legyenek azok pártok, szakszervezetek, oktatáskutatók vagy érdekképviseleti szervek, azon kell gondolkodni, hogy hogyan fog kárt menteni, hogyan tudunk majd egy fenntartható, finanszírozható, a társadalmi igazságosságot is érvényesítő felsőoktatási rendszert összerakni hogy a tudás alapú társadalom európai ösvényére visszatudjuk vezetni Magyarországot. Az MSP nem fogja elkövetni azt a hibát, amit az elmúlt nyolc évben a Fidesz elkövetett, hogy nem készült fel a kormányzásra, nem volt koncepciója, hogy nem egyeztetett a koncepciójával sem ellenzékben, sem kormányon az oktatás szereplőivel, és nem találta ki, hogy milyen oktatási rendszert szeretne.